Sziasztok kedves Game Geek nézők és kedves Marvel rajongók! Jelentkezem az újabb nagy Marvel képregénygyűjtemény résszel, mert immáron ma már kétszer is találkoztam az új képregényekkel, ugyanis az újságárusoknál láttam Amerika kapitányt, hopp, rosszat mutatok, és egy kedves búzaital társaság fogyasztása közben rajta kapott kisebb, körúton kint ülő társaságnál viszont a tort, direkt mutattam ellentétesen, úgyhogy most már mind a két rész megérkezik az előfizetőknek, érdemes feldolgozni őket, változtatok, nem időrendi sorrendben megyek, hanem előre veszem a kapit, ugyanis a hetedik részt nézzük először, erről egy kicsit kevesebbet szeretnék most beszélni. Nagyon tetszett nektek előzőleg a zöld dobozos megoldás, úgyhogy most a heti adaktól kölcsönöztem egy kis felületet, de teljesen egyértelmű lesz, hogy kit fogok favorizálni. De beszéljünk addig is Amerika kapitány a Tél katonája című kötetről, amelynek olvasása alatt már teljesen a casual kis képregény rajongók is igazi minden tudó képregény rajongónak érezheti magát, ugyanis ennek a kötetnek az előzménye pontosan a kizökkent idő, úgyhogy mindent tudunk. Mindent tudunk az előzményekről, aki természetesen velem együtt átrágta az előző részeket. Úgyhogy erről nem is olyan sokat ecsetelnék. Végre, amit eddig követtük a sztorit és eljutottunk odáig, hogy Kapi már teljesen őrületben van, egyetlen egy kulcsfontosságú momentumot kihagytam, ugye a kockát, ami azért jelentős szerepet váltott az előző részben is, de ezt még nem akartam spoilerezni, itt viszont már igen erősen benne fog lenni. Hiszen Lukin tábornok, aki gyakorlatilag valószínűleg egy csettintésre végzett a koponyával, ugye valami ilyesmit tapasztalhattunk, itt már jelentősen benne van, és az egész úgy látszik, hogy arra ment ki, hogy Kapi ellen fordítsa az olyan fegyverét, ami az ő birtokában van fagyasztva, természetesen Bucky-t. Egyértelműen megkerülhetetlenül olyan bizonyítékok kerülnek a kapitány orra elé is, hogy Bucky létezik, tényleg Bucky a Bucky, és Bucky tényleg az, aki gyakorlatilag a hidegháborúban minden komoly célpontot úgy mészárolt le, hogy bármelyik titkos kormánycsoport sem tudta kinyomozni, és mindegyik lezáratlan ügyként, balesetként lett elkönyvelve, közben ez mind a Tél katonájának a műve volt. A lényeg az, hogy szépen megyünk a történet felé, ahol a legvégén kialakul az, amit a filmekben is tapasztalhattunk. Szerencsére Kapi megszerzi a kockát, és nagyjából ezt használva a sólyom segítségével meg tudnak addig mérkőzni a Tél katonájával, hogy eljussanak odáig, hogy a kockát használva egy kicsit az agyát helyre billentsék, és minthogyha kiszednék ezt a programozást, és egy kicsit Bucky jönne a felszínre, és így zárul a rész. Nagyon jó élmény volt végre egy olyan történetet átélni, ahol az előzményt nem csak olvasgatjuk, vagy utána nézünk, hanem mi is magunk átéltük az előzmény egy fontos szálát. Na de, mint mondtam, kapitány már az előző részben is kapott szerepet, úgyhogy jöjjön Thor. Imádom, ez a rész rohadt jó lett, ezt mindenki tényleg szerezze meg, kérje kölcsön, szóljanak nekem, elküldöm postán, majd visszakülditek, gyerekek, ezt látnotok kell. Aki csak a filmekből ismeri a mostani Marvel szuperhősöket, akik nagyon casual sztárok a mai időségünkben a mozik révén, egy viking istent hogy lehet képregényként bemutatni? Hát ez álom, de tényleg. És ráadásul, brutális jó. Nekem a rajz külön tetszik magába képregényben, tudom már megijövök a rajzzal, de ezek képregények, gyerekek. Természetesen fogok beszélni a rajzokról. A Thorban lévő megvalósítások néha egész oldalas rajzokat kapunk, gyönyörű szépen meg vannak oldva, és maga ez az újjászületés az, hogy tényleg egy isten így előjön, különben Iron Man-t is félkézzel agyonveri, és utána válaszol a kérdésére, hogy hát egy kicsit erősebb lettél, Thor? Hát nem erősebb lettem, csak most nem fogom vissza magam, azért ő mégis egy viharisten, tehát hogy azért olyan ellentétek vannak itt húzva, közben olyan társadalmi kérdések is vannak a részben, most nem tudom, hogy spoilerezek vagy nem, kicsit beleértem magam. Oké. Thor, mint egy viharisten, nem nagyon tudná vele azonosulni, se képregény hősként, se semmiként. Úgyhogy a Marvel kitalálta, hogy addig kell neki valami emberi formát, amivel egy kicsit talán közelebb tudunk kerülni hozzá. Dr. Donald Blake, aki ráadásul az egyik lába rossz sánta, vagy nem tudom, hogy kell ezt szépen mondani, egy botra támaszkodik, ami igazából a Bird. És ő az emberi formája, egy kahumpuh csattintással át tud változni Thorra, de az a lényeg, hogy van egy emberi mi voltja, aki egy doktor és segít az embereken, és ugye van Thor, a viharisten. Nagyon zippelve.
Az Asgardiak legfontosabb mendemondájának a vége ugye a Ragnarök volt, és különben a viking kultúrának is, ahol ugye beteljesedik a világvége, az összes harcos harcban elpusztul és eljut a Valhallába. A Ragnarök az, ami mindent elpusztít, azt nem is tudom, hogy a Valhallát is, de most ebben nem menjünk bele. Az a lényeg, hogy az Asgardiak vége a Ragnarök volt, és ezt Thor tudta megtörni avval, hogy gyakorlatilag véget szakított ennek a körnek. Mert ez úgy nézett ki, hogy Asgard, felfejlődés, stb. Jön a Ragnarök. Asgard újra, felfejlődés, hopp, megint Ragnarök. Tehát ez egy ciklus volt, az istenek ciklusa, és ez így zajlott. Thornak ez sikerült megtörnie, de ezzel véget vetett Asgardnak is, és az istenek életének is. Ő is igazából egy kis, nem tudom, manifestálódott valahol, lebegett, élet-halál között, és minden között, és ő csak volt, létezett, aludt. Így kell elmondani, vagy így lehet a legkönnyebben elmondani. Viszont valahol ez az emberi énje, ez a Donald Blake, ez fölébresztette, és azt mondta, hogy az emberekben te még valahol ott vagy, és ha te valahol ott vagy, akkor valószínűleg az összes Asgardi isten, mert ugye nekünk ők istenek, ők is ott vannak valahol az emberi szívekben, és nem lefutott kör ez, és végre eljutottál odáig, hogy megtörted ezt a kört, úgyhogy rajtad áll, most már nincs egy megírt sors, amin lépkedsz, hanem rajtad áll, hogy elindulsz-e vagy nem. Ez komoly, ez tényleg nagyon, nagyon jó ösztönző dolog, és Thor ezt megragadta, és elindult a földre, és lejött egy amerikai kis porfészek mellé, gyakorlatilag a sivatag közepére, megszállt, és kialakította ugye az emberi mi voltát, és megteremtette oda Asgardot. Pik-pak-puk, ugye azért mégis egy isten, lehúzta oda Asgardot, azért akkor ezentúl itt lakunk. Ugye ingatlan ügyeket rendezni kell, és ugye valahol itt jött különben Iron Man is a képbe, hogy azért az USA sem nézheti azt, hogy most megjött Asgard, aztán most már akkor szomszédunk ő. Hát ez félig meddig rendezve lett, mindenféle kiskapukat kihasználva, Asgard a föld fölött lebeg, úgyhogy nem a földön van, de Thor természetesen jó sok pénzért megvásárolt a földet a farmertől. Iron Man meg szaráverték, és azt mondták, hogy jó, hát ha igazából bürokráciának kialakíthatjuk azt, hogy ti egy diplomáciai szövetség vagytok, vagy mi a túró, úgyhogy igazából úgy, ha nem szóltok bele semmibe, akkor nem bántunk titeket, és elnézzük, úgyhogy ez így le lett firtatva. Ide direkt nem mondok el valamit, amit én sem értettem, hogy volt valami Thor klónozás és valami Iron Man kihasználás, és erre a vitára még ők vissza fognak térni, ez nekem túl ködös, és nem is néztem át, úgyhogy remélem, hogy majd a következő részekben erre is valamikor sor kerül, vagy majd együtt utána nézünk, de volt valami ilyen utalás, aki tudja, az nyugodtan írja le, meg kíváncsi vagyok rá, tudni fogjátok pontosan, mire gondolok, aki érti ezt a lényeget. Na, és az a lényeg, hogy Thor megkapta azt a felfedezést, hogy az Asgardiak igenis léteznek. Igenis, itt vannak valahol az emberek szívében, gyakorlatilag emberi testben bujkálnak. És ezért Thor az erejével fel tudja őket éleszteni, és akkor mindig hívogatja őket Asgardba. Persze természetesen össze a barátait és a honfitársait keresi, mindenki a honfitársa, a barátait keresi, és nagyon úgy tűnik, mintha azért ő maga is dilemmázna, hogy itt egy új sorsot indíthat, nem biztos, hogy mindenkit fel akar kelteni, mint például Lokit. És az elején válogatva keldi ő a dolgokat, erre a csínyre, azért mások is rájönnek, úgyhogy Loki úgy intézi a dolgokat, hogy egy nagy tömeg Asgardit összefogdos egy ketrecbe, és Thornak nincs mit tenni, ugye a nagy harc közepén gyorsan puk, varázsol egyet, mindenkit föléleszt, és ebben természetesen Lokit is, aki nő! Úgyhogy, na mindegy, erre majd kitérünk, de nő. Nem is rossz nő, de nőként újraéled Loki, úgyhogy ez aztán tényleg új kezdetek. És az a lényeg, hogy a történetszálunk vége ott van, hogy Thor valahogy elgondolkozik, hogy nem feltétlen jó ez a válogatás, úgyhogy egy ilyen teljes erőt felhasználva a világon minden Asgardit, minden emberi testbe zárult rekett Asgardit föléleszt, és ott így elájul és lezuhan a földre. Úgyhogy gyakorlatilag megteremtette Asgardot, válogatva jó sok embert odagyűjtött, ugye ez a kis amerikai város mellé, majd az utolsó erejével a világon az összes ott rekett Asgardit fölélesztette. Nagyon jó volt a történet, tényleg tudom nektek ajánlani, már csak azért is, hogy lehet ezt az Isten vs. ember, meg Isten vs. emberi szuperhősök, ugye Iron Man is igazából csak egy páncélba zárt halandó, és itt nagyon durván kijött ebbe a harcba, úgyhogy nagyon-nagyon tetszett, ezt tényleg tudom nektek teljesen ajánlani, olvassátok el, nézzetek utána, kérjétek kölcsön, ami ahogy meg tudjátok szerezni, jövök majd a következő részekkel. Sziasztok!